Tisztelettel köszöntöm a Terézvárosi Magazin nézőit. Önök a Terézvárosi Kék Híreket hallják. Korábbi adásunk során már jeleztük nézőink felé, hogy az utóbbi hetekben megemelkedett a besurranás módszerével elkövetett lopások száma. Ezekben az esetekben az elkövetők kihasználják a nyitva hagyott ajtók, ablakok nyújtotta lehetőségeket, és így követik el cselekményeiket. Miután az elmúlt időszakban jelentősen nőtt a hőmérséklet, a lakásokat sokan szellőztetik a hőség elviselhetőbbé tétele miatt. Több alkalommal találkoztunk olyan esettel, amikor a lakásban élők elaludtak a nyitott ajtóknál, ablakoknál, vagy csak az otthoni feladatok elvégzése közben nem figyeltek a nyílászárók állapotára. Ilyenkor ezek közvetlen közelében voltak elhelyezve különböző értéktárgyaik, amelyek kutatás nélkül egy-két mozdulattal eltulajdoníthatóvá váltak. Kérjük tisztelt nézőinket, hogy mindig figyeljenek a nyitva hagyott ajtókra, ablakokra, valamint a szúnyoghálók állapotára. Értékeiket, táskákat, pénztárcákat, kisebb műszaki cikkeket ne hagyják elérhető helyen, különösen ne a nyitva hagyott ajtók, ablakok közelében. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága eljárást indított kisebb értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás büntette elkövetése miatt ismeretlen tettes ellen. A feljelentésben szereplő adatok szerint 2013. december 18-án 16 és 17 óra 35 perc közötti időben a budapesti Andrássy út 19 szám előtt parkoló gépkocsi csomagtartójából ismeretlen módszerrel eltulajdonított a sértett tulajdonát képező tárgyakat, melyek együttes értéke 410 000 forint volt. A nyomozás során látókörünkbe került a feltételezhető elkövető kiléte. Az elvégzett nyomozati cselekmények után, valamint a beszerzett információk értékelése alapján gyanúsítottként hallgattuk ki S. Ferenc budapesti lakost, aki a bizonyítékok hatására beismerő vallomást tett, a cselekmény elkövetését elismerte. Hatóságunk nevezett személlyel szemben az eljárás befejezte, és vádemelési javaslattal a budapesti 6.-7. kerületi ügyészségre megküldte. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága eljárást indított kisebb értékre üzletszerűen elkövetett lopás büntette elkövetése miatt K. Károlyné budapesti lakos ellen az alábbi tényállás alapján. A rendelkezésre álló adatok szerint nevezett személy Budapest területén 2014 év első hónapjaiban több üzletben is kisebb értékre lopásokat követett el. Az üzletek biztonsági szolgálata minden alkalommal feltartóztatta őt, és megtette a szükséges intézkedéseket. Ezek alapján hatóságunk nevezett személy ellen sorozatosan üzletszerűen elkövetett lopás vétsége miatt folytatott leeljárást. A bizonyítékok beszerzése és az információk feldolgozása után a 6. kerületi rendőrkapitányság az eljárást befejezte, és három rendbeli elkövetés vádjával a budapesti 6.-7. kerületi ügyészségre megküldte. Ezek voltak a heti Terézvárosi Kék Hírek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten ismét találkozunk. Viszontlátásra!